A magyar-szerb határtól 30 kilométerre fekszik Tótfalu. A településen nem először ér össze a délvidéki magyarság életereje, kitartása és álmai az anyaország gondoskodásával. Ennek ékes bizonyítéka az iskolahálózat fejlesztése is, amelynek keretében az elmúlt években sportakadémia, labdarúgó pálya létesült, most pedig a Kaszap István Kollégium új sportcsarnokát avatták fel. Az egyházi diákotthon három alapelvet, a lelki, szellemi és testi fejlődést szem előtt tartva terelgeti lakóit az élet útján. A Nemzeti Összetartozás napja után vagyunk néhány nappal, és öröm számunkra az, hogy egy új sportlétesítményt adhatunk át itt a délvidéken, Tótfaluban. Éppen két esztendővel ezelőtt, június 10-én raktuk le ennek az alapkövét, és elkészült az 520 millió forintos beruházás. Szolgálja ez nem csak a délvidéki embereknek a sportéletét, elsősorban a gyerekekét, fiatalokét, hanem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nemzeti sportélet szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, mert a nemzeti identitás megtartása szempontjából a sportnak óriási szerepe van. Az új sportlétesítmény nem csak a sportolók, hanem az egész közösség javát szolgálja majd. A tervek szerint koncerteket, kulturális és egyházi rendezvényeket is szerveznek majd itt. A hármas gondolat és feladat számunkra a lelki, a szellem és a fizika, azaz testi adottságainkat kell fejleszteni a fiatalokban. Tehát nem csak testi, nem csak lelki, nem csak szellem, a három ötvöződése adja egy komplet egyéniséget, és ezt megfelelő módon tudjuk a fiatalokban egyforma szinten tartani, úgymondom nagyszerű felnőtteket kapunk intézményekből. Az épület nem csak a délvidéki, hanem az összmagyar nemzeti sportéletet is szolgálja. A sportcsarnok megépítése az összetartozás újabb szimbóluma lett a településem. Mi lehetünk bárhol a világban, egy kisebbségben, nehéz körülmények között, azért összetart bennünket valami, a szívünk és a nemzetünk, a hazaszeretetünk, még akkor is, hogyha soha nem voltunk a hazánkban, nem értünk ott, akkor is valami láthatatlan kötél van köztünk, a szeretet, szeretet alapján. A csarnoknak köszönhetően mostantól fedett helyen is tudnak sportolni, versenyekre készülni a fiatalok. A Nyers István Labdarúgó Akadémia növendékei mellett az épületet természetesen mások is használhatják. Többféle sportolási lehetőséget kínálnak majd a szabadidő hasznos és minőségi eltöltésére. Két éve kerültem ide, tényleg mindené hálás vagyok, ugyanúgy anyukáméknak, az edzőknek, akik segítenek minden nap, hogy fejlődjünk. Szerintem jó halad az akadémia, és jövőben csak fejlődni fog még ettől is jobban. A mostani esemény fontos mérföldkő a tótfalusi közösség számára, amely hosszú időn keresztül várt az aktív életmódot és sportolási lehetőségeket támogató modern létesítményre. Láthatjuk azt, hogy a diákotthon az elmúlt években milyen sikereket tudhat maga mögött. Nyilván ez nem lett volna lehetséges elképzelések nélkül. Felújítottuk a templomot, a diákotthont, a konyhát, és most pedig egy új sportkomplexumot adhatunk át. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem csak a tótfalusiak büszkék erre, hanem mi magyarok mindannyian büszkék vagyunk erre. Abban az esetben, ha a sport meghatározó szerepet tölt be a fiatalok mindennapjaiban, akkor a sportesemények erős nemzeti érzéseket, büszkeséget és összetartozást váltanak ki belőlük. Lehet, hogy nem mind lesz élsportoló, de már bennük lesz az, hogy valamiért küzdenek a sportversenyeken az eredményért, itt pedig azért, hogy valahogy a magyarságuk megmaradjon. És én hiszek abban, hogy ez a sok jó példa, egy ilyen kis helyről kiindulva, az az összmagyarságnak délvidéket óriási példa és erőt ad. Nagy álom vált valóra Magyar Kanizsa község egyik legkisebb, ám legaktívabb településén, Tótfaluban, a komplex sportolási lehetőséget biztosító épületegyüttes létrehozásával. Az elszakított országrészeken élő közösségeknek ugyanis a sport arra is lehetőséget kínál, hogy erősítsék identitásukat, kapcsolatokat teremtsenek az anyaországi és a külhonban élő nemzettársaikkal.